Február 4-e idén már 16 éve a Rákellenes Világnap. Ennek egyik fő célja a figyelemfelhívás a szűrések fontosságára. A vizsgálatok segítenek, hogy még gyógyítható állapotban diagnosztizálják a rákos betegeket. Ennek is köszönhető, hogy napjainkban egyre többen élnek együtt ezzel a betegséggel. Ma Magyarországon 100 ezer lakosra kb. 600 új megbetegedés van, és kb. 400-an halnak meg. Tehát a növekedés üteme megállt. Ami viszont nőtt, az a prevalencia. Tehát magyarul még egy pár évvel azelőtt olyan 450 volt, akik meghaltak 100 ezer 000, 100, 000 lakosra. Ma ez a szám már olyan 350-360 körül van. Tehát magyarul több az élő, ö, daganattal élő beteg, és hát az emberek ezt veszik észre a környezetükbe természetesen még nagyon sok beteget el is vesztünk, hiszen ez a szám elég magas még mindig. Minél hamarabb diagnosztizálják a betegséget, annál nagyobb az esélyük az érintetteknek a hosszabb életre. Az egyes stádiumok között sok esetben csak hónapok telnek el. A szakember azt is hozzátette, akár a teljes gyógyulást is elérhetik azok, akik időben keresik fel orvosukat. A prevenció ennél a betegségnél azonban nem lehet megoldás, ugyanis a betegség genetikai eredetű, az egészséges életmód és a kártékony anyagok kirekesztése viszont számukra is javas. Solt közölte a főorvos. A primér prevenció az talán majd a HPV vírus, nőgyügyászati, és mostanában pedig a fejnyaki idaganatoknál beszélik, ez primér prevenció, hogy ne is legyen beteg. Ez amikor azt mondják, hogy a nemi, élet megkezdése előtt a hölgyeknél kapják-e meg a vakcinájukat, vagy ne, ez nagy valószínűséggel már primér prevenció. Az összes többi betegségre még ma primér prevenció nem létezik. Ezért tudomásul kell vennünk, hogy marad a szekunder prevenció. A szekunder, azaz másodlagos prevenció a betegségek még korai panaszt nem okozó szakaszában való felismerését és minél gyorsabb gyógyítását jelenti.